Vas András, a Pannonfilharmonikusok állandó karmestere. Anyai nagyapja Kriszbai Csángó, még anyai nagyanyja erdővidéki székely volt, apai ágon pedig városfalvi székely és párciumi magyar felmenőkkel rendelkezik. Édesapja Székelyudvarhelyen, Zetelakán élt, onnan került Marosvásárhelyre, édesanyja útja pedig Barótról vezetett Erdély közepébe. Vas András szerint ezek a gyökerek egyrészt identitást adnak, másrészt pedig felelősséget jelentenek. A karmester rendszeresen visszajár Székelyudvarhelyre a Székelyföldi Filharmónia hangversenyeit vezényelni. Legutóbb október 24-én az 56-os forradalom emlékére szervezett esten vezényelt. Megvannak a székelységnek a jellegzetes vonásai. Én magamon azt látom, hogy ezek úgy részben vagy nyomokban még talán léteznek, megtalálhatók. Ugyanakkor azt gondolom, hogy mint minden más nép, nemzet, faj ezen a földön, a székelység is olyan szempontból minden más néphez hasonlít, hogy megvannak a saját pozitív, meg kevésbé pozitív vonásai. Tehát én azt gondolom, hogy nem vagyunk sem rosszabbak, sem jobbak, sem különbek senki másnál, tehát ez nagyon, nagyon fontosnak találom, mert sokszor találkoztam Magyarországon azzal a kétféle megközelítéssel. Az egyik az, amikor az embert így, hát, hogy is mondjam, lerománozzák, vagy így, hát, hogy is nem teljesen egyenrangú magyarként kezelik, de van a másik rész is, amit szinte nem tudok hova tenni, amikor úgy tekintenek az erdélyekre, mintha valahonnan a, nem tudom, valami másik dimenzióból érkeztek volna, és ott csak tiszta gondolkodású és becsületes és minden szempontból mint emberek élnének. Nem, ugyanolyan emberek élnek, mint bárhol máshol a világon. Úgyhogy hát kulturálisan biztos, hogy egyrészt a népzene is befolyásoló tényező, másrészt az erdélyi magyar irodalom mindenféleképpen, hát itt most Székelyföld, erdélyi magyar irodalom, itt sok mindent említek, de ennek számomra fontos Kós Károly, az elkerülhetetlen, fontos Kányadi Sándor, Sütő András, akkor az erdélyi zeneszerzők közül mesteremnek mondhatom, akinél tanultam, Csiki Boldizsár, idős Csiki Boldizsár zeneszerzőt, tehát hogy ilyen szempontból is van egy egyértelmű kötődés. Ugyanakkor természetesen az ember, amikor távolabb él attól a közegtől, ahol a székelység a saját maga természetes helyén létezik, az ember talán néha-néha egy kicsit másképpen tekint a saját gyökereire is, és olyan kérdéseket is néha-néha föltesz magának, amiket így lehet, hogy ha ott élnek, akkor nem biztos, hogy föltenne. Édesanyám kezdettől fogva a helyi templomban kórust vezetett, tehát nálunk a zene az adott volt. Édesanyám a Kolozsváron végzett a Zeneakadémián. Ő annak idején a hitbeli meggyőződése miatt nem gyakorolhatta a szakmáját, mert a kommunista rendszerben választani kellett a pálya meg, vagy a hitbeli meggyőződés között, és ő a hitbeli meggyőződését választotta, és számára egyértelmű volt, hogy fontosabb a Jóistenbe vetett hit, mint a karrier, ezért hát így kottamásolóként, meg sportgimnasztika kísérő zongoristájaként élt sokáig, tehát ő így tudta használni az ő talentumait. Aztán, hát én egyrészt a templomban találkoztam, aztán még kiskoromban már rögtön elkerültem egy szimfonikus hangversenyre, ahol Prokofiev 5. szimfóniáját játszották, hogy 6 éves lehettem, és akkor én rögtön elhatároztam magam, vagy ha lehet így, vagy rögtön megfogott annak az egész jelenségnek, amit az élő zene, a klasszikus zene jelent, az egésznek a varázsa azonnal magával vitt, és akkor én elhatároztam, hogy szeretnék zenei pályára menni, szeretnék zenét tanulni. Mi otthon a gyerekeinkkel rendszeresen olvasunk erdélyi népmeséket, Benedekelek az szinte kötelező olvasmány, de ugyanúgy Kenyedi Sándor versei, gyerek versei. Tehát az erdélyi irodalom, mese, gyűjtemény és néphagyomány az jelen van a lakásunkban. Folyamatosan találkoznak vele a gyerekeink is. Ez egyik fele. A másik fele az, hogy próbáljuk a gyerekeinket is Isten hitre és Istenbe vetett bizalomra nevelni. Ugyanakkor ebből a
gondolkodásmódból, és ebből a szemléletből fakadó felelősség szerint eljárni a társadalomban is. Most nagyon sok, tehát azt kell látni, hogy a Covid mentén nagyon sok munkahelyen az embereknek a többségé, életének a többségében sokféle nehézség adódott. És az ezekkel való megküzdés az nem mindenkinek megy a legkönnyebben. És az is egyfajta felelősség, hogy az ember megpróbál segíteni ott, ahol tud. És ez a segítségnyújtás a helytállástól kezdve mindazokra a területekre kiterjed, ahol nem csak szakmai, hanem egyfajta emberi segítséget is tudunk nyújtani, lelki segítséget is. Abból a célból, hogy mindannyian a lehető legjobban jöjjünk ki ebből a helyzetből. Tehát nagyon összetett ez a kérdés, és hát nyilvánvaló megkerülhetetlen az a téma is, ami a személyes hitelesség kérdése, mert tulajdonképpen az ember bármit tesz, hogyha nincsen mögötte hitelesség, akkor az nem igazán hatékony. Hát ezzel nehéz megküzdeni, folyamatosan dolgozni kell rajta, ezt tudom mondani.